Hegedűs Endre Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a hazai és a nemzetközi zenei élet ismert és elismert képviselője. Pályája 40 évet ölel át, több mint 3600 hangversenyen lépett fel. Legutóbb a Szekszárdi Művészetek Házában Beethoven és Chopin művekkel készült. A hangverseny mindjárt egy zenei katedrálissal indul. Mondhatnám azt, hogy az emberi civilizáció egyik csúcs teljesítménye. Beethoven leghíresebb szonátája, az F-moll appassionata szonáta lesz a kezdőszám, a maga 25 percével azért is monumentális, mert ilyen hosszú szonáták azok ritkábbak, de különösen a mondani valója, hogy Beethoven, aki hát minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője, egy olyan betegséggel küszködött, ami a legérzékenyebben érintette, hogy fokozatosan, de menthetetlenül elvesztette a hallását. Ez be is következett teljesen, hát amikor írta ezt az appassionatát, akkor még volt valamennyi, de bizony csak a saját belső világára, belső hallására támaszkodva tudta később már megírni, és esetleg akár el is vezényelni a műveit, de érdekes adalék, hogy volt olyan, hogy elfelejtette, hogy meddig tart a saját műve. És még akkor is vezényelte, amikor a zenekar már leállt. Tehát ez is mutatja, hogy milyen katasztrófa érte őt, és ez az emberi kapcsolataiban is nagyban korlátozta őt, kerülte az embereket, és ilyen társalkodó füzeteket használt. Tehát rettenetes keserűség volt a sorssal való küzdelem. A lelkében ennek a appassionata szonátának az első tétele a legszebb példája, ahol még fölleljük azt a bizonyos sors motívumot is. Az élet kérlelhetetlensége, és az ember fölveszi a küzdelmet, ő nem adta föl, de hát mindenképpen a legművészibb ábrázolása ennek a kétségbe esett harcos lelki állapotnak. Érdekes módon még senki nem esett kétségbe, mikor ezt az első tételt hallották, vagy hallgatják. Én játszottam ezt már ifjúsági hangversenyen első-második osztályosoknak, és képzelje, 10 perces ez az első tétel, és állítólag a mai fiatalok azok nem tudnak csak 7 másodpercet koncentrálni. Hát a legszebb bizonyíték, hogy a zene milyen varázserő, hogy ezt olyan csöndben hallgatták, hogy egyszerűen a felnőtt közönséghez méltó hallgatása. A második tétel az egy variációsorozat, távolból indul, mintha egy férfi kórus lenne, a témát intonálják, majd ahogy közelednek, úgy lesz egyre aprózódóbb, egyre gyorsabb a kíséret és a felbontása a téma hangjainak, és a végén már a zongora billentyűzetének a tetején járunk, szinte legalábbis a beethoveni billentyűzetnek a legfelső regiszterébe szól, mintha a mennyországba lépteltünk volna föl. Chopinnek most úgy jött ki a lépés, hogy bizony a nagy és virtuóz művei közül válogatva hoztam el jó néhányat, mert arra is kell vigyáznom, hogyha itt most már szinte évente fölléphetek, hála ugye a Művelődési Központnak és a Művészetek Házának vezetésének meghívást kapok, akkor törekszem arra, hogy ne ismételjem már ugyanazokat a darabokat. Ha elő is fordul, szerencsémre még eddig senki sem méltatlankodott, hogy ezt már tavaly hallottuk. De ez csak azért is van, mert Chopin zenéje az olyan, mint egy gyógyír a lélekre. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész arról is elmondta a véleményét, hogy szerinte hogyan lehetne közelebb hozni a klasszikus zenét a fiatalokhoz.
Hát nézze, ez csak úgy, hogy kellenek áldozatos tanárok, akik hajlandóak alkalmanként lemondani egy-egy tanóráról, hogy helyette a fiatalokkal elsétáljanak a legközelebbi koncertteremig, például én most csak hazabeszélek. Amikor én Budafok díszpolgára lettem, nagyon megtisztelő cím, akkor a díjátadáskor azt mondtam, hogy uraim, ez számomra nagy boldogság, de számomra akkor lesz igazi nagy öröm, hogyha ebből is hangverseny származik. És megkértem, és meg is kaptam a kerület vezetésétől az engedélyt, a koncerttermet, a tanároktól pedig jött annyi érdeklődés, hogy elindulhattak azok az ifjúsági hangversenyek, amik havonta egyszer vannak Budafok Tétényben, most éppen a Cifra közösségi térben. Olyan megható látni, hogy különösen a kisebbek szépen felöltözve van, amikor matróz bluesba jönnek, mert tudják, szüleik elmondták nekik, hogy ez bizony ünnep, mert a hangverseny a szépség ünnepe. És bizony kibírják azt a 45-55 percet. Persze mindig mesélek a darabok között, a zenéről, a korról, arról a darabról, amit éppen játszani fogok, az érzésekről, a művészetről, arról, hogy mi dolgunk van a világban. Természetesen nem filozófiai okfejtés, de igyekszem olyan gondolatokat mondani, amik megfoganhatnak, kicsirázhatnak, és reméljük, hogy a gyerekek lelkében gazdag termést hoznak.